A változékony időjárás ugyan nem tett jót, de az időben megérkezett csapadék sokat segített az őszivetéseknek, és nem jelenthet gondot a jövőben sem, mert bár a földek az elmúlt időszakban megszenvedték az asszályos időjárást, jelenleg mind a búza, mind az árpaföldek szépen fejlődnek. Az őszivetések jó állapotban mentek a télbe, ugye a tél nagyon nem viselte meg őket, tehát csapadék is volt, ugye a hótakarót nem kaptak, de a mínuszok is elmaradtak, így fejlődésük a tél folyamán is kielégítő volt, pillanatnyilag a tápanyag visszapótlás történik, és ennek apropójából a búza és az árpák is jó fejlettségi fokban vannak. A gazdák felmérése szerint ugyanakkor mindenhol számítani kell a gombás betegségek megjelenésére. A különösen az előző években komoly kárt okozó kártevők, főként a rágcsálók elleni védekezésre is kiemelt hangsúlyt kell fektetniük, annál is inkább, mert az őszivetésű kalászos gabonák, az árpa és a legfontosabb kenyérgabonánk a búza, a vetésterület 90%-án jó, vagy erős közepes minőségű. Valójában nem pusztultak el a tél folyamán, tehát ott vannak a levélfonákon, illetve jönnek szépen fölfele, hogy az új levelek jönnek, tehát valójában egy korábbi permetezésre szükség van, egy védekezésre ellenük, így valószínűleg minimum egy védekezéssel többet kell az idei évben végrehajtani. Rövidesen tehát megkezdődik a tápanyag visszapótlás, illetve az őszivetésű kalászosok műtrágyázása, bár a műtrágya árak jelentős emelkedése mindenképpen jelentősen megnehezíti a növénytermesztésre szakosodott agrárgazdák dolgát.